Canik Péter vagyok, és a naplózásról fogok beszélni. Először pár szót magamról. Canik Péter vagyok Budapestről, a Balabitnél vagyok Community Manager, akik a több másik szoftver mellett a SysLogng-t is fejlesztik, ami egy naplózó szoftver. Ez egy budapesti központú IT-biztonsági cég, közel 150 alkalmazottal, és ami egy ilyen méretű cégnél elég ritkaság, a kollégáim közel 80%-a tud Linux kernelt konfigurálni, forgatni, ami mostanában már eléggé ritka szerintem. Hogy miről fogok ma beszélni? Először egy kicsit, hogy mi is az a naplózás, és a kötődésem miatt természetesen a SysLogng-n keresztül fogok erről egy kicsit részletesebben beszélni, illetve arról, hogy mit és hogyan érdemes naplózni, és próbálok a napjaink érdekesebb trendjeiről beszámolni, hogy a szabad formázású üzenetek helyett névértékpárok használata, illetve a SystemD alapú rendszereknél bejött a Journal, ami szintén egy naplózó rendszer, néhány egy szabványosítási törekvésről, illetve végén, ha nem is demózni, de legalább néhány képernyőképpel bemutatni, hogy ezek a névértékpárok hogy néznek ki gyakorlatban. Na, kezdjük azzal, hogy mi is az a naplózás. Nagyon egyszerűen fogalmazva, számítógépen történő eseményekről üzenetek generálódnak, és ezeknek a rögzítése. Ezzel kapcsolatban nagyon gyakran hallhatjuk a syslog szót, mint legelterjedtebb naplózási rendszer, de ez nem csak egy alkalmazásra vonatkozik, amelyik az üzeneteket gyűjti, de használják ezt a napló üzenetekre is, illetve a hálózati protokollra, aminek a segítségével ezek az üzenetek a hálózaton közlekednek. A története az nagyon messzire nyúlik vissza, most már több mint 30 év, és mert eredetileg a SendMail nevezetű levelező szervernek a naplózásához készült. És a feladata az volt, hogy az alkalmazás üzeneteinek naplózása az külön váljon magától a levélküldési funkciótól. De az, hogy ez mennyire hasznos és jó dolog, erre hamar rákaptak a fejlesztők, és rövid időn belül már nem csak a SendMail, hanem nagyon sok másik alkalmazás is használta a syslogot naplózásra. Itt a képernyő alján látható, hogy egy átlagos üzenet hogy néz ki. Erről majd kicsit később részletesebben is fogunk beszélni. Mi is a SysLogng? Next Generation, azaz következő generációs naplózórendszer. Most már azért a NG, ez a Next Generation, ez kicsit farumci szituáció, mert hogy a legrégebbi alternatív syslog megoldás, mert 1997 óta egy folyamatosan fejlesztett nyílt forráskódú napló megoldás. A legfőbb erőssége a SysLogng-nek a központi naplógyűjtés, és sokszor nevezik a naplózás svájci bicskájának is, mert az eredeti syslog koncepciót nagyon sokféle módon kibővítette, továbbfejlesztette. Az eredeti syslognél sokkal nagyobb teljesítménye van, sokkal többféle bemeneten tudja fogadni az üzeneteket, fájlokból felolvas, alkalmazás, kimenet,
tehát is naplózni tud. Sokkal többféle kimeneten tud üzeneteket továbbítani, adatbázisba, titkosított hálózaton, míg a régi SysLogD csak UDP-n. Sokkal többféle szűrési lehetőség van, nem csak a Privacy Facility, hanem sok másik tartalom alapján történő szűrési lehetőség, illetve nem csak egyszerűen fogadni és tárolni tudja az üzeneteket, hanem átírni tudja, ami például olyankor jó, ha nem a hamisítás, hanem például üzenetek anonimizálása, letárolás előtt, mert hogy szükségünk van az eseményekről tudni, de például valahol az előírások miatt nem lehet IP címeket vagy felhasználó üzeneteket tárolni, akkor ezt megtehetjük. Illetve képes az üzeneteket értelmezni, hogyha megfelelő üzeneti minták rendelkezésre állnak, illetve korrelálni. Itt kell említenem, hogy amellett, hogy most már több mint 15 éve nyílt forráskódú fejlesztésként létezik a SysLogNG, pár éve van egy kereskedelmi változata, amiben néhány ilyen szabály megfelelőséggel kapcsolatos kiegészítés van. Itt az előadásomban csak a nyílt forráskódú változattól fogok beszélni. Na, miért is fontos a naplózás? A rendszernapló, meg egyáltalán a naplóállományok nagyon sok helyen tudják segíteni az informatika területén dolgozók mindennapi munkáját. Az egyik nagy felhasználók a fejlesztők. Gyakran, amikor egy alkalmazásukat használják, akkor ők már nem férnek hozzá ahhoz a számítógéphez, ahol ez az alkalmazás fut. De hogyha jól megszerkesztett naplóüzeneteik vannak, lehet részletes naplózást kérni az alkalmazástól, akkor akkor is meg tudják találni, keresni a hibákat és kijavítani, hogyha közvetlenül nem férnek hozzá, hanem csak a naplóállományokhoz. A legtöbbet természetesen a rendszerüzemeltetők, adminisztrátorok használják a naplókat, ebből tudnak nagyon sok mindent megállapítani a rendszerük állapotáról, a felhasználói szokásokról, hogy ki mennyit van például egy számítógépre bejelentkezve, hogy jelentkezette be valaki munkaidő után, vagy bármilyen hasznos információt. És hát szintén nagyon fontos területe a naplózásnak a biztonság. Erre gyakran külön emberek dolgoznak cégnél, akik a naplóállományok alapján derítik fel a betöréseket vagy betörési kísérleteket, illetve a naplóüzenetek alapján tudnak reagálni az eseményekre. De mindez természetesen csak akkor lehetséges, hogyha megvannak ezek a naplóüzenetek, és ezért is fontos, hogy foglalkozzunk azzal, hogy ne csak akkor jusson eszünkbe, hogy jaj, meg kéne nézni a naplóüzeneteket, amikor már megtörtént valami baj, hanem tudatosan készüljünk arra, hogy legyen minden esemény naplózva egy számítógépen, illetve hogy ez megfelelő módon és megfelelő ideig tárolva is legyen. Gyakran kapom azt a kérdést, hogy hogyan naplózzunk. Persze, akinek van egy szál számítógépe, annak ez így túl sokat nem mond, de legtöbben nagyon sokan használják hálózatban a számítógépeiket, és ott mindenképpen azt kell mondanom, hogy központilag naplózzunk. Hogy miért? Egyrészt sokkal egyszerűbb a napló üzeneteknek a keresése, hogyha egy helyre
egy helyre gyűlik össze minden, és nem, ha valami történik, akkor nem kell 10-20 gépre egymás után beesesházni, vagy oda sétálni, és nézegetni a logokat, vagy illetve hát egy gépen belül is nagyon sok helyre szétszórva lehetnek a naplóüzenetek. Míg ha központilag naplózunk, akkor sokkal egyszerűbben, gyorsabban előbányázhatjuk a szükséges információkat. Az a naplóüzenetek elérhetősége miatt is az jó, hogyha központilag naplózunk, mert ha egy gép valami miatt leáll, akkor is a központi helyen meg tudjuk nézni a naplóüzeneteket, és sokkal könnyebben rekonstruálhatjuk, hogy mi történt, mint hogyha még esetleg órákat küzdünk azzal, hogy az adott gépet újraélesszük, és akkor derül ki, hogy ja, hát ezt fölösleges is volt, mert hogy központba összegyűlt logokból láthatjuk, hogy itt elromlott valamelyik alkatrész, és inkább a gépet kellett volna gyorsan megjavítanunk, mint a naplóüzeneteket keresgélni felélesztés után. Illetve hát biztonsági okokból is hasznos nagyon a központi naplózás, mert ha egy gépet feltörnek, akkor is és olyankor általában azzal szokták kezdeni, hogy a bizonyítékok eltüntetése, azaz a naplóüzenetek eltüntetése, manipulálása, akkor is a központban legalább a betörés pillanatáig még olyan naplóüzenetek vannak, amik hasznosak, és rekonstruálni lehet belőle, hogy mi történt. Találós kérdés következik. Szerintetek melyik Syslogenji verzió a legnépszerűbb mostanában? Melyik a legelterjedtebb? Itt van néhány segítség a képernyőn, hogy az aktuális verzió a 3.4-es, azaz most már, ami most nagyjából 3 hónapos. A SUSE Linux Enterprise szerverben 2.0-as van, és sokáig ez volt a legtöbb disztribúcióban. És itt vannak különböző disztribúciókban, milyen verziók vannak. Na, ki mire tippel? 3.1. 3.3. Licitálás tovább. Először, másodszor, harmadszor. Az 1.6-os, ami most már több mint 10 éves, ugyanis van egy ilyen szép kis eszköz, amit úgy hívnak, hogy Kindle, ez az Amazonnak az e-könyvolvasója, ha jól tudom, ilyen 45-50 millió példányban fut idáig a világban, és 1.6-os Syslogenji fut rajta. Hogyha valaki megnézi, kint vannak a Kindle-nek, a Kindle-n futó forráskódú szoftvereknek a forráskódja, az eredeti, illetve az ő módosításaik, és lehet látni, hogy ott szerepel a Syslogenji 1.6-os. Ez természetesen csak ezekre vonatkozik, amik androidosok, azokon már nincsen, de még ezekből is rengeteget adnak el. Tehát ezt szerintem példányszámban felülmúlni eléggé nehéz lesz, bármivel. Na, akkor haladjunk tovább kicsit komolyabb témákra. Nézzük meg, hogy ha benézünk a Wardlock könyvtárunkba, akkor hogy néz ki általában egy naplóüzenet. Ha most Wardlock messages, vagy legtöbb fájt onnan, ha megnyitunk, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb üzenet az úgy néz ki, hogy kezdődik egy dátummal, utána szerepel a küldőgépnek a neve vagy IP címe, és a végén valamilyen szöveg. Hogyha megnézzük ezt a szöveget, akkor azt látjuk, hogy ez tipikusan általában egy angol mondat, és van benne pár változó rész.
Mi ennek a nagy-nagy előnye? Hogy miután ez egy angol mondat, általában, mint itt is ez a nem is mindig teljesen szabályosan alanyjal állítmánnyal, de így bárki könnyen elolvassa, hogyha benéz ide a Varlok könyvtárba. De miért nem jó mégis, hogy ilyen üzeneteink vannak? Ez miért nem skálázódik? Mert hogy minden alkalmazás teljesen másmilyen üzenetet küld, amivel mi emberek nagyon könnyen megbirkózunk, tehát hogyha van egy munkaállomásunk, ahol viszonylag kevés üzenet érkezik, ott ezt még teljesen jól áttekintjük, egyáltalán nem gond ennek a kezelése. Egy grep parancsal is általában könnyen megtaláljuk, amire szükségünk van. De ha van egy szerverünk, és főleg, hogyha van egy központi naplószerverünk, akkor ott másodpercenként akár több ezer üzenet is érkezhet, és azt már ezekkel a módszerekkel nagyon nehéz áttekinteni, illetve bármilyen információt is nagyon nehéz megtalálni benne, még scriptekkel is feldolgozva. Gondoljunk bele, hogy mondjuk egy IP cím az hány, ha greppel vagy rákeresünk egy IP címre, az hány helyen szerepelhet, akár egy a már említett küldő IP cím, de szerepelhet, ha tűzforról van szó, akkor egy in és egy out, tehát nagyon sokféle helyen szerepelhet ugyanaz az adat, és ebből nehéz megtalálni, hogy akkor nekünk most tulajdonképpen mire van szükségünk. Ami erre megoldást adhat, azok a struktúrált naplóüzenetek. Amikor nem szép kerek angol mondatokat írunk, hanem helyette névértékpárokkal írjuk le az eseményeket, ahol megadjuk azt, hogy mondjuk egy mezőben az, hogy ez itt egy forrás IP, ez itt egy cél IP, ez itt egy felhasználói név, ami lehet, hogy így emberek által kicsit macerásabban feldolgozható formátum. Cserébe viszont sokkal könnyebb benne keresni. A SysLogNG már a kezdetektől névértékpárokra épült, mert az egyik erőssége az éppen az volt, hogy a naplóüzeneteket nem csak bambán gyűjtötte és letárolta, hanem nagyon sokféleképpen tudta ezeket szűrni, szortírozni, és ez alapján menteni őket. És ezért külön belül már névértékpárok voltak, tehát amilyen eltárolta a dátumot, a facility-t, priority-t, programnevet, kiszedte az üzenetekből a process ID-t, hogyha rendelkezésre állt. Tehát nagyon sok információt így névértékpárokban az üzenet mellett belül eltárolt. Pár éve ezt egészítette ki a PatternDB elnevezésű üzenetértelmező, ami arra alkalmas, hogy ha van megfelelő naplóminta, akkor az alapján a névértékpárokban ki tudja gyűjteni a naplóüzeneteknek a szabadszöveges részéből az információkat, és későbbiekben ezt eltárolni, vagy az alapján szűréseket csinálni, vagy bármi. Tehát sokkal, tehát nem, innentől kezdve nem csak a naplónak a alapadataival tud bármit csinálni, hanem magát a naplóüzeneteket is fel tudja dolgozni, értelmezni tudja. És ezek alapján további státuszmezőket is létre tud hozni az üzenetekről, illetve ha valaki használta Debianon a logcheck-et, ehhez hasonló módon osztályozni is lehet PatternDB segítségével a naplóüzeneteket. Például
Az előbb is egy SSH üzenet volt, a példa. PattenDB-vel ki lehet bányászni egy naplóüzenetből, hogy milyen felhasználóval történt a bejelentkezés, hogy ez egyáltalán egy bejelentkezés jellegű esemény volt, hogy ez egy sikertelen bejelentkezés volt, és mert miután látjuk, hogy itt egy root próbált sikertelenül bejelentkezni, ezért ezt egy violation, tehát egy veszélyes osztályba be tudja sorolni. Az elmúlt pár évben a SyslogNG fejlesztésének egyik fő iránya volt, hogy a PattenDB, illetve kapcsolódó funkciókat fejlesszük. Így például a PattenDB-vel összegyűjtött névértékpárok alapján korrelálni is lehet most már, tehát új üzeneteket létrehozni az alapján, hogy például vegyünk egy SSH session-t, bejelentkezik valaki, utána kijelentkezik, ezt a két üzenetet össze tudja kapcsolni, és létrehozni egy olyan üzenetet, amiben benne van, hogy adott felhasználó mettől meddig volt bejelentkezve. Vagy ugyanezt el lehet játszani postfix üzenetekkel, amikor rengeteg log keletkezik, és az azonosító alapján összefűzi ezeket egybe. A PattenDB miatt már korábban is megszületett, de a PattenDB miatt vált igazán érdekessé a MongoDB kimenet a SyslogNG-nek, mert a MongoDB-ben teljesen szabadon lehet újabb mezőket létrehozni, nincsenek meg az SQL-nek a kötöttségei, tehát hogyha vannak üzenetmintáink, amiben az üzenetmintáinkban teljesen tetszőlegesen tudunk mezőneveket létrehozni és eltárolni MongoDB segítségével. Szintén most jelent meg az AMQP kimenet, ahol szintén meg lehet oldani, hogy csak az fontos üzenetrészeket elküldeni oda. Mint majd később látni fogjuk, valamilyen szinten a MySQL-t is meg lehet erőszakolni, hogy PattenDB eredményeket táruljunk el benne, de ez nem annyira egyszerű és kényelmes megoldás. Illetve szintén még ide tartozik, hogy mostanában egyre több alkalmazás naplózik, illetve használ adatcserére JSON üzeneteket, és az most már van, tudunk JSON formátumban üzenetet küldeni, illetve értelmezni is a JSON üzeneteket, tehát hogyha egy alkalmazás JSON-ben küld naplóüzeneteket, akkor abból ki tudjuk szerezni az érdekes információkat, és ez alapján küldeni riasztást, vagy bármit. Ha valaki mostanában SystemD alapú rendszert kezdett használni, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux, és még jó pár másik, akkor valószínű, hogy találkozott már azzal, hogy a SystemD elég hamar behozott egy a naplózásra egy önálló komponest, amit úgy hívnak, hogy journal. Erről azt érdemes tudni, hogy szintén névértékpárokra épül, tehát eleve már ilyen alapokra készült. Természetesen itt is lehet ilyen szabadszöveges üzenetet is eltárolni, de ezen kívül még rengeteg névértékpárt is eltárol minden egyes üzenettől. Léteznek Trusted Properties nevezetű névértékpárok, amiknek az az érdekessége, hogy a journal az nem csak bambán elfogadja hozzá beérkező naplóüzeneteket, hanem vissza, tehát egy syslognál
egy alkalmazás gyakorlatilag bármilyen nevet, vagy process ID-t, vagy bármilyen információt küldhet, és azt a syslog az bambán elfogadja. Journal az viszont ellenőriz, és hiába szerepel bármi a naplóüzenetbe, ő elmenti azt is, mert leellenőrizte a küldő alkalmazást, hogy ez melyik alkalmazás, melyik felhasználó, és még sok másik tulajdonságot. Ezeken kívül, a szabadszöveges üzeneteken kívül és ezeken az ellenőrzött tulajdonságokon kívül pedig még tetszőleges névértékpárok fogadására és eltárolására képes, mert a Journalnak beépített támogatása van a névértékpároknak az eltárolására. Tehát nincs erre szükség külső adatbázisra, MongoDB-re vagy bármi másra, hanem eleve így tárolja az adatokat. Szerencsére gondoltak a fejlesztői a kompatibilitásra is, azaz az üzenetek a megszokott formában kinyerhetőek belőle, és továbbíthatóak például SysLogNG-hez is, egy socketen keresztül. És hogyha úgy döntünk, hogy a Journal-féle adattárolásra nincsen szükségünk, mert két helyen nem akarunk egyszerre naplózni, és a SysLogNG-nek vagy bármelyik másik syslog megoldásnak a használata az egyszerűbb számunkra, akkor a saját naplótárolást azt ki is kapcsolhatjuk. Ilyenkor a SysLogNG vagy bármelyik másik naplózó alkalmazás az ugyanúgy működhet, mint korábban. Gyakran kapom azt a kérdést, hogy az ellenségnek tekintjük-e a Journalt, mert hát a Journal miatt a SysLogNG az tulajdonképpen valamilyen szinten fölöslegessé válhat a gépeken. De ez egyáltalán nincs így, tehát a rövid válasz az az, hogy nem ellenség. És hogy miért? A Journal az csak helyi naplózást végez, tehát nincsen benne olyan lehetőség, hogy ahogy beérkezik egy üzenet, úgy rögtön egy központi helyre elmentse. Ez igazából egy egyedülálló munkállomásnak a naplózását oldja meg, míg a SysLogNG egy kezdetektől fogva egy kliens-szerver megoldás. Illetve hát a Journal az egyáltalán nem szűri vagy dolgozza fel az üzeneteket, tehát hogyha érkezik bármilyen naplóüzenet, azt rögtön bambán eltárolja, nem szűri, nem dolgozza fel, nem csinál vele semmit. Illetve hát a Journal az csak Linux és SystemD környezetben működik, ami valljuk be, elég sok ilyen számítógép van, de közel sem az összes, ami ilyen környezetben működik. A SysLogNG viszont működik gyakorlatilag az összes Linuxon, függetlenül attól, hogy fut-e rajta Journal vagy sem, de ezen kívül a BSD-ken is, illetve legtöbb kereskedelmi Unix verzión is. A Journal, SysLogNG, a Windows Event Log, az rsyslog, Audit D, és még nagyon sok más naplózási megoldás az névértékpárokon alapul most már. Ezzel csak egy apró probléma van, hogy ezek mind különböző neveket használnak az általuk használt névértékpárokra a mezőnévként. Emiatt nagyon fontos lenne a szabványosítás. Erre volt jó pár kezdeményezés, a legutóbbi és viszonylag legnagyobb amerikai kormányzati szintű, az a Common Event Expression nevezetű, magyarul talán egységes eseményleírás, aminek az alapelve az volt, hogy az eseményeket, azokat nem szabad szöveggel írjuk le, hanem mindent
névértékpárokkal próbálunk meg lefedni, és ehhez elkezdett létrehozni egy taxonómiát, amivel minden egyes eseményt le lehet írni. Tehát például, hogy ez egy login, az egy bejelentkezés, vagy egy fájlmásolás, letöltés, vagy törlés, vagy bármi. Illetve egy belekezdtek egy szótárnak a létrehozásába is, ahol pedig az eseménynek a paramétereit lehetett leírni, tehát például, hogy root felhasználó csinált valamit, vagy hogy mi volt egy forrás IP, vagy cél IP, tehát hogy az eseményeknek a fontosabb paraméterei. Ez azonban sajnos eléggé Szent Grálnak bizonyult, mint cél, mert egyrészt rengetegféle esemény létezik, tehát nagyon nehéz összehozni egy olyan taxonómiát, vagy amivel minden eseményt le tudunk írni. De azért is, mert hogy már van rengeteg létező nevezéktan, illetve rengeteg olyan szabadszöveges naplóüzenet van, amit garantáltan senki nem fog szépen átírni névértékpárokra, mert hogy az adott szoftvernek a fejlesztése már akár 10 éve is leállt, csak még mindenki használja, mert nincsen jobb. Ami így sajnos úgy néz ki, hogy ez a kezdeményezés úgy szép lassan most már kezd behalni. A Patent DB-t egyébként lehetne, kipróbáltuk, és lehet arra használni, hogy szabadszavas üzenetekből a CEL-nek megfelelő üzeneteket hozzunk létre, mert hát kiszedjük a megfelelő paramétereket a naplóüzenetekből, és csak arra kell odafigyelni, hogy a megfelelő nevezéktant használjuk. Végén egy alkalmazást szeretnék röviden bemutatni, ami erősen épít a SysTogNG-re. Úgy hívják, hogy Elza. Ez itt most nem egy kedves női név, hanem az Enterprise Log Search and Archive-nak a rövidítése. És bár azt emlegeti, hogy nagy vállalat, de ettől függetlenül ez egy teljesen nyílt forráskódú GPLS alkalmazás, ami SysTogNG-re, PatentDB-re, MySQL-re és még néhány PerScript-re alapul. Ezek segítségével egy nagyon jól skálázódó naplózó rendszert lehet létrehozni, ami ráadásul nem csak gyűjti és tárolja logokat, de van hozzá egy egyszerű és kényelmesen használható webes felület is, ami túl sok csillivivel nem rendelkezik, viszont arra, amire készült, hogy a naplóüzeneteket keressük és egyszerűbb kimutatásokat csináljunk belőle, arra nagyon jól használható. Az üzenetek értelmezésére a PatentDB-t használja, és miután ez egy egyetemnek a informatikai biztonsági központjából indult ki, így ennek megfelelően a hozzáadott üzenetminták is erre fókuszálnak, tehát tűzfalakhoz van a legtöbb Cisco-tól, IP tables-től különböző behatolás figyelési rendszerekhez, Snort, Suricata, Bro, illetve pár ilyen általánosabb üzenetminta van még hozzá, HTTP, Windows log és még néhány hasonló. Nagyjából így néz ki egy átlagos keresőképernyő. Itt egy felső, ott a felső sorban van egy
sor, ahová be lehet írni nagyon egyszerű vagy nagyon komplex keresési feltételeket, akár szűrőket is lehet itt definiálni, és itt alatta pedig az eredményeket lehet látni. Itt amit lehet látni talán távolabbról is, hogy vannak ilyen vastag betűs sorok, ott vannak az eredeti naplóüzenetek, és alatta, ami aztán végképp olvashatatlan, az pedig, hogy ebből a naplóüzenetből a pattendép segítségével milyen adatokat nyert ki az ELSA. És így viszont már nem csak azt látjuk, hogy van ott egy IP cím, hanem látjuk azt is, hogy ez milyen jellegű információ, és a keresést is könnyen szűkíthetjük arra. Például, hogyha szerepel egy IP címünk 1000 üzenetben, amiből 5 helyen szerepel olyan helyen, ahol számunkra érdekes, akkor könnyen leszűkíthetjük a keresést arra a mezőre és IP címre, amire nekünk szükség van, és nem kell a másik 1000 üzenetet végignézni ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy mire van szükségünk. Az ELSA sokáig csak ezt az egyszerű keresőfelületet nyújtotta, de most már kiegészült ez egyre komolyodó grafikonokkal és egyéb ábrázolási lehetőségekkel. Itt például azt lehet látni, hogy a snort milyen időeloszlásban érzékelt különböző betörési próbálkozásokat, hogy trojánokat, hogy portszkeneket, és alatta pedig a táblázatban azt lehet látni, hogy mennyiségi sorrendben, hogy milyen kísérletből volt a legtöbb, és itt egy csökkenő sorrendben fel vannak sorolva a különböző támadási fajták. És ami egy nagyon látványos lehetőség, hogy térképen is lehet ábrázolni például azt, hogy honnan érkeznek például a támadásaink, vagy a weboldalnál a látogatóink. Az ELSA a legérdekesebb külső projekt, ami SysLogNG-t használ, de persze sok máson szerepel, sajnos egyelőre még PattenDB nélkül. Az egyik legrégebbi az a Logzilla, aki lehet, hogy többen ismeritek esetleg PHP SysLogNG néven, mert ez volt az első logokhoz, naplóüzenetekhez webes felületet nyújtó alkalmazás, most már több mint 10 éve létezik. És a leggyakrabban hálózati központokban használják, mert a specialitás az, hogy a Cisco üzeneteket tudja értelmezni és extra információkat adni róla. Ezen kívül itt már említettem a Kindle-t, de rengeteg appliance, hálózati eszköz, kütyű belül SysLogNG-t használ. És hogy miért érdemes SysLogNG-t használni? Több mint 15 éves nyílt forráskódú fejlesztés, nagy, kiemelkedő teljesítményű üzenetkezelés, nagyon rugalmas konfigurálhatóság, és ami gyakran elsikkad, az de nagyon fontos, hogy nagyon jó a dokumentációja. Az én személyes kedvencem pedig a PattenDB alapú üzenetértelmezés. Akinek még további kérdése lenne, annak a OpenSUSE asztalnál van még néhány SysLogNG szórólap, illetve az itt látható hivatkozásokon lehet engem elérni, illetve SysLogNG-ről még többet megtudni.